Pár szóban beszélnék az én negyedik gyerekemről, a Derék Jankó Csángó mesetáborról, ami Budapesttől 900 km-re 13 órányi autóútra van, és immáron idén az én negyedik gyermekem 5 éves lesz. 20 darab moldvai és zsimesi csángó gyereket táboroztatunk ott minden évben, ez egy missziós tábor, nincs állandó finanszírozási lehetőségünk. Ezek a gyerekek hátrányos helyzetűek, mély szegénységben élnek. A legtöbbüknek nincs édesanyja vagy szülei, mert elvándoroltak pénzt keresni külföldre. Nincsen anyaföldjük, hiszen román területen élnek, és nincsen anyanyelvük sem, mert mind az oktatásban, mind a templomban csak román nyelven hallgathatnak mind misét és mind a tantárgyakat is. És idén Márta Isten felajánlotta, hogy 10-12 gyerek átjöhetne az én táboromból. Ezzel az én egyik nagy álmom valósulna meg, és fog megvalósulni, reméljük, hogy megérkezett majd. A legtöbb gyerek még a faluja határát sem hagyta el, tehát ez egy nagyon nagy kaland lesz számukra. Mi lehet ez az egy hét? Ezek nagyon nehéz, erős, bátor gyerekek. Olyan nehéz életet élnek, amit talán el sem tudnak az itt ülők képzelni. 5 éves koruk óta ott a gyerekek komoly fizikai munkát végeznek, a betakarításban segítenek, szénát gyűjtenek, fát vágnak, tehenet fejnek, kihaltják a ludakat, libákat, sajtot készítenek, hajtják a szekereket. És számomra nagyon fontos, hogy a gyermeki lét önfeledtségével találkozhassanak, hogy az a vidék, ahonnan ők érkeznek, az talán még egy kicsit szebb is, mint Kapolt és a Pári medence. Tehát nekik a természet közelsége és az égigérő hegyek és a felhőket simogató fenyőfák és a csörgedező patakok nem egy újdonság, de az, ahogy erre egy más szemmel tudnak majd ránézni, és bízom benne, hogy nem csak a játék örömében tudnak fürdőzni, hanem majd a Balaton vizébe is, ami egy nagy álmuk a legtöbbjüknek, mert nem, hogy kádban nem fürdenek, de alig van móduk fürdeni is, és az, hogy ők egy Balatonban úszhatnak, ez, azt gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény lesz. És hiszek a sorsfordító élményekben, és azt gondolom, hogy ha ezeknek a gyerekeknek majd az életében lesz egy olyan pillanat, hogy majd másként tudnak dönteni azért, mert találkoztak velem, vagy ezzel a táborral, akkor már megérte, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz. Itt közben képeket láthattok, ahonnan jönnek ezek a gyerekek, ez egy otthonuk, ez egy nyári tehenészet. És a terve van véve, hogy a Kapolcska Fesztiválon, tehát azon a hétvégén, június 30-a és július 1-én, előadunk egy előadást, ahol ezek a gyerekek megmutathatják a tehetségüket, az erejüket és az életörömüket. Egy olyan mesét választottam, amit szeretnénk színre vinni, ahol egy lány az unalmas, fásult, beszürkült embereket a táncával, az énekével, a vitalitásával életre kelti, színessé varázsolja és beragyogja a fényességével. És bízom benne, hogy Szirtes Elina Mókus és Bogi és a többiek segédletével és az ő táboros zenés, muzsikus gyerekeikkel összefonódva végig egy élő zene fogja kísérni ezt a kis előadásunkat. Köszönöm szépen, de is fejlődik.